két csapat játékosain kívül még nagyon csinos hölgyeket is látnak középütt, és az olimpiai formaruha annyit szerepelt, hála Istennek mostanában, hogy gondolom kitalálták már, a Ferencváros köszönti az olimpián bronzérmet nyert kézilabda csapat játékosait. Kökénybe a jobb oldalt, Tóthbe a Kántor Anikó, Pádár Ildikó és Farkas Andrea. Ők azok, akik a Ferencváros képviseletében ott voltak a bronzérmes női kézilabda válogatottban, és most a focisták köszöntik őket, Telek, Nagy és a többiek. Ami pedig a mérkőzést illeti, amíg mindenféle térfélcserére, illetve választásra és sok minden másra sor kerül, a hölgyeknek természetesen mi is gratulálunk. Azért nézzük meg az összeállításokat, hogy a két csapat ma hogyan is játszik majd ezen a mindkét együttes számára fontos mérkőzésen. A Kispest Honvédnél annyi változás történt, Török Péter annyit módosított, hogy Gabala az előzetes elképzelésekkel ellentétben kimaradt a kezdőcsapatból, csak úgy, mint Forrai, akik pedig játszanak, ott láthatók baloldalt, Mátyus megtért fiúként ugyancsak most hosszú idő után először kezdő, hiszen a tartalék csapattal edzett hosszabb ideig. Török Péter elmondta, hogy mindenféleképpen egy jó eredményt szeretnének, ami adott esetben pontszerzést jelent. A Ferencvárosnál megsérült és kimaradt a csapatból Pálink, Nagy Zsolt került a helyére, egyébként a névsor az előzetessel megadott azonos. A tartalékok itt is a jobb oldalon láthatók. A kezdőrúgást Púl egyébként a játékvezető, Hamar és Bozóki a két segítője. Szóval a kezdőrúgás egy egykori híres futballistáé, a Csepel és a Vasas kapusáé, Hajdúé, aki a Citadella Night Clubnak a tulajdonosa, és ott volt Kovács István királyá koronázása. Ökölhír olimpiai bajnokon örökös belépőt kapott a Fradi pályára, és tiszteletbeli ferencvárosi lett. Hát ennyit az előzményekről, és még annyit, ugye mind a két csapat a jövő héten nemzetközi kupa visszavágót játszik. A Kispest Honvéd a Sloga Jugomagnáthoz utazik, itt látható Púl a képernyőn. Még a Ferencváros a Göteborgot fogadja Bajnokok Ligája selejtezőn, és a mai mérkőzés arra is jó, hogy megnézzük, mennyit fejlődtek a csapatok az utóbbi időben, milyen esélyekkel várhatják a visszavágót. Egy hosszú indítás Méri utca Nagy Zsolt felé, és vezér az, aki néhány másodperc után már is hozzáér a labdához. Tóth pöccintette tovább, Limpergerrel kemény összecsapás. Ez szép megoldás volt. Kovács Béla tette tovább a labdát. Dubec, az egykori videótonos. Ginda. Lassan lövőhelyzetbe kerül, Szűcs kísérte, Mátyus, aki az utóbbi időben kifejezetten balszerencsés volt, előbb kimaradt az olimpiai csapatból, aztán kimaradt a Kispest Honvédból, és Urványi rúgja előre a labdát. A Ferencváros a tavalyi bajnokságban nagyon jól szerepelt idehaza. A 66 pontból, amit szerzett, 35-öt az ülői úton gyűjtött be. 11 győzelme volt, 2 döntetlenje a Zalaegerszeggel és a Haladással, és 2 veresége a BVSC-től és a Vasastól. 28 gólt rúgott, 11-et kapott. Összesen 2-szer fordult elő, hogy a zöld-fehérek a megszokott hazai környezetben nem rúgtak gólt. Ez a Vasas ellen, illetve a Haladás ellen történt. Arany az első mérkőzésen 2 gólt rúgott Siófokon, Telek. Méri utca. Limpergert találja meg középütt. Nyicsenko egyből tovább, Nagy. Vezér jön ki. Méri utca érheti még el, Mátyus érkezett nyújtott lábbal. És egy zászló gyulladt meg a ferencvárosi kapu mögött, azért a füst a pályán. Ah! Ah! 30 méter lehet a távolság, 3. perc.
és minden kispesti hátra megy, még Ginda is. Mirjuca. Ez szöglet. Mirjuca volt az a játékos, aki a Bajnokok Ligája összecsapáson egy jó fél órán keresztül kifejezetten jól játszott, aztán ő is eltűnt a többiek között, most ő rúgja a szögletet. Limperger, és egy szenzációs vezérvédés. Fantasztikusan nagy fejes volt, vezér, egy brilliáns mozdulattal tolja fölé, kétségkívül a mérkőzés első óriási gólhelyzete, szenzációs védés. Bravúr kellett hozzá, nem is kicsit. Most a másik oldalról a szöglet, egy perc alatt a második, vezér. Ami behallatszik, az a kisfaloknál lévő mikrofon Rokop Péterrel együtt, ha majd lesz valami érdekesség, akkor természetesen kérdezzük a kisfadokat, ahogy a szokásos. Mátyus tette oldalra a labdát. Micsenko még várja a többieket. Még mindig ő. Ugyanonnan, ahonnan az iménti szabadrúgás. Kézzel lökött Mátyus. Jagodic megy oda most Mirjuca mellé. Vezér állítja a sorfalat. Gól! Földületesen nagy gól, Mirjuca. A 25. gólja a magyar bajnokságban. Óriási gól. 5. perc. Nekifut és ezúttal erőből rúgja meg a jobb felső sarokba. Vezér nem tud odaérni. Káprázatosan eltalálja a labdát. 30 méterről egy mesteri gól. Már is itt vagyok Novák Dezső mellett, gondolom önnek is nagyon tetszett, ugye? Azt hiszem, hogy nagyon jól kezdtünk, hiszen ezelőtt volt egy Jagodics fejes, amit nagy bravúrral hárított a vezér. Hát ez meg egy csodálatos gól volt. Hát úgy gondolom, hogy hazai környezetben valahogy így kell kezdeni, csak hát a folytatásnak is ilyennek kellene lenni. Már nem is a gólokban, 5 percenként nem lehet gólt rúgni, de a játékban és a hozzáállásban gondolom, hogy ilyen lesz. Hát majd kiderül, meglátjuk. Mátyus egyelőre és Horváth Ferenc szabálytalankodik vele. Ami a Kispestet illeti, tavaly a 46 pontjukból 31-et gyűjtöttek be otthon, és csak 15-öt idegenben. Ez egyben talán magyarázat is egy viszonylag gyengébb bajnoki szereplésre, hiszen 45 pontot lehetett volna szerezni idegenben, és ebből csak 15-öt gyűjtöttek be. 4 győzelem, 3 döntetlen és 8 vereség volt vendégként a mérlegük. Győztek az MTK, a Vasas, az Eto és a Pécs ellen, döntetlen játszottak a Stadlerrel, az Alegerszeggel és a Váccal, mindenki mástól kikaptak, ha kimozdultak a Bozsik stadionból. Mirjuca. Limperger. Aranykapja. Kovács zavarja egyelőre. Limperger megint, Mirjuca. Szép játék, arany. Ugyanoda vissza Mirjuca, nagyon él egyelőre, nem tudják fogni. És ugyancsak érdekes kérdés lenne, Péter, ha megkérdezed Török Pétert, megköszönnénk gondolom a nézőkkel együtt, hogy kinek kéne fogni Mirjucát. Elnézést, Péter, Mirjuca egyelőre nagyon él. Kinek a feladata, hogy figyeljen rá? Béláig. Úgyhogy remélem, hogy megtalálja, és jobban megfogja. De a szabadrugás, ez sajnos nem is láttam, hogy hogyan ment előttem álltok, de korán jött egy kicsit. Köszönöm, Kovács Béláé a feladat tehát. Köszönjük szépen, mindjárt meglátjuk, hogy megtalálja-e. Irtában menjél! Már mondja is. Na tessék.
Erre szokták azt mondani, ugye egy dolog, amit az edző fölrajzol a taktikai értekezleten a táblára, és aztán a másik dolog, amit a játékosok megvalósítanak belőle. Hán, Lókai, Dubec, Kovács indul, egyelőre lemaradtak mellette a többiek. Tóth ügyesen fedezi a labdát, és szépen tette volna vissza lövésre. Nagy Zsolt Piroska mellett indul meg, aztán még egy ember mellett elviszi. Kovács messze nincs Mirjuca nyomában. Ez mély. Kovács itt fut vissza a hozzánk közelebb eső oldalon. Most látszik a képen, itt a jobb oldala felé. Hát érdekes találkozás lesz. Ha lesz. Ez minden esetre most jó ez az indítás, és a továbbítás is jó lenne, ha Nagy nem fejelné vissza. Dubec gyűjti be a labdát. Szűcs. Horváth Ferenc. Most ő mögötte van Kovács. Lókai. Urbányi. Kényelmes labda Hajdúnak. Eléggé fiatal csapat a Kispest Honvéd. Ebből a csapatból csak Hán, Lókai és Urbányi mondhatja magát válogatott játékosnak, a korábbi évekkel szemben, amikor rengeteg válogatott játékos volt a Kispest Honvédben. Nyicsenkó. A másik oldalon Hajdú, Telek, Jagodics, Limperger, Nagy, Arany, Horváth játszott már korábban, vagy mostanában a válogatottban. Szűcs rúgta el a labdát, rátartottak a lábára, szabadrúgás. Telek, 10. perc, Mirjuca góljával vezet a Ferencváros. Mirjuca, Dubec, Bárányos egyből tovább, Kovács, Urbányi. Jó csellel indul meg Bárányos. És ez is jó lenne. Elég hézagos volt a ferencvárosi védelem. Nagy Zsolttal szemben szabálytalankodnak. Bárányos nagyon-nagyon tehetséges játékos. Ahogy Török Péter mondta, még a saját tudását kell egyelőre a csapat érdekeinek alárendelni, akkor lett igazán jó focista. Egy-egy jó cselért, látványos megoldásért, ugyanis hajlamos a bűnbeesésre, hogy az fontosabb, mint mondjuk egy jó indítás. Szépen hozzá a labdát Nagy, Horváttól kapta, ugyanilyen jó volt a szerelés. És a megszerzett labda most már Piroskáé. Egyelőre nincs vele szemben senki. Tóth föladja a versenyfutást. Szűcs becsületből kikíséri a labdát. Hajdú. Halljuk is az észrevételeket a játékosok helyezkedéséről a Kispest padjáról. Nagy Zsolt, és hiányoznak a védők. Nyicsenkó 100%-os zicsert hagyott ki. Féltette a lábát a honvéd védő a beadásnál, Hán még el is fordul, Nyicsenkó 6 méterről. Nem tudom, lesz-e ennél nagyobb helyzete is. Vagy legalábbis hasonló ehhez. Dubec fejeli el. Szűcs. Benne a Béla vagyok. Bárányos, Urbányi, Lókai és Hár. Elég veszélyes volt, javítja a hibáját. Bárányos oldalra Mátyus. Tóth Limpergerrel.
Telek vissza. Szép megoldás. És ez is jó Horvátnak. Urványi mentett. Viharosan kezdett a Ferencváros, most már ráérnek egy kicsit. Támadjon a Kispest Honvéd. Ezzel a mérkőzéssel együtt három helyen játszanak még NB1-es mérkőzés, de egyelőre most nézzük Kovácsot. Hajdú megtorpan, nem megy ki, a labda viszont megteszi a szívességet, hogy kimegy. Tótnak volt hosszú. Minden esetre a szerdai Bajnokok Ligája meccsre utalva ez a ferencvárosi védelem egyelőre borzasztó könnyen átjárható. Nagy. Szóval a három mérkőzés Békés Csaba Győri Eto, Debrecen harmadik kerület és Pécs Siófok. Egy részeredmény Békés Csaba Győri Eto, Kulcsár 9. percben lőtt góljával 1-0, jelenti a Vestel Press. Hán. Nem volt szabálytalanság. Lókai. Hán rosszul esett. Kul nem fújt semmit. És most ápolást engedélyez. Szűcs azt mutatja Tóth Kálmánnak, a Honvéd gyúrójának, hogy igencsak csere lesz. Nem ér hozzá senki, sem a lába fordul be, hogy rosszul lép. Hú, de csúnya dolog ez. Azt a mindenit, Hán. Teljesen begyűrődött a lábfeje. A rossz lépés következtében. A magyar-svéd válogatott meccsen láttam utoljára ilyet, illetve Farkas Ági, a kézilabdás Farkas Ági sérülésénél. Az a bizonyos Brolin sérülés, amikor maga alá gyűrte a lábfejét, és ez egy nagyon-nagyon hasonló helyzet volt. Limperger. És még mindig az övé. Irányító nélkül marad a kispesti védelem. Dubecről megy ki a labda. Tizenötödik perc. Kényszerű csere lesz a Kispest Honvédnél. Ez nem is kétséges. Még Bodnár Gyúró, a Ferencváros masszőre is ott van, segít a kollégának. Tóth Kálmánnak, az olimpiai bajnok focistának. Nagy Zsolt előfejelik a labdát oldalra. Jó labda kihozatal, és remek az indítás is. 2-1 ellen lesz. Jegelik Hán Árpád bokáját, de valóban elég komoly sérülésnek tűnik, úgyhogy valószínűleg kórházba kell vinni. Török Péter pedig Forrainak kezdett el magyarázni, úgyhogy valószínűleg ő fog a pályára lépni. Nagy Zsolt. Horváth Ferenc Mátyus mellett. Mutatja a partjelző, hogy Mátyus szabálytalan volt, és nyilván Forrai beállásával majd a védelem átszerveződik. A 16-oson kívül az eset, 17. perc. Mirj utca megjelenése már félelmet kelt a kispesti védőkben, amit a két szabadrúgás után meg is lehet érteni. Mirj utca tehát. Horváth fejeli fölé. Kul kinéz, hogy van-e csere, hamar pedig mutatja, hogy van. Török Péter átszervezi a védelmet, vagy Forrai átveszi Hán helyét? Hát sajnos át kell szervezni, és az a bajunk, hogy Gabala, aki most tudna a söpregetőt játszani, be megbetegedett, és sajnos nem tud rendelkezésünkre állni. És ezek szerint Plókai lesz a söprögető, tehát nem tudok más megoldást választani.
A csapatkapitány ki lesz, ezt kérdezi egyelőre Hull a többiektől, mert a csapatkapitányi karszalagot át kell adnia. Ez előírás. Gubi! Gubi Attila! Plókai Attila lesz a csapatkapitány. Már is hatalmas páslival a bokáján, Hán és Orrai. Telek a labdával. Ez hátrány, egyértelműen hátrány a Kispest Honvédnek. Dubec. Lókaival zavarják egymást. És Urbányi hozza most ki jól a labdát. Sőt, az indítása is jó. Kovács. Marad a bedobás Nagyé, aki stabil válogatott az idei mérkőzéseken, és most kikerült az emberfogó szerepkörből. Remek továbbítás. Lókai szerelt Kovács. Piroska mozgott keresztbe, de nem kapta meg a labdát. Szép levétel. Jagod is nyúlt közbe. Nyicsenko. Mirjuca indul meg a vonal mellett. Tóth Mihály helyezkedik a védőkre, hogy hátrafelé ne lehessen dobni a labdát. Nagy. És kapja vissza. Némi szerencsével. Jagodics teszi ki oldalra. Nagy Zsolt remek csellel Mátyus mellett. Marad az 1-0 arányú Ferencvárosi vezetés Mirjuca bomba szabadrúgás góljával. Piroska. Nagy Zsolt nyújt közbe. Nagy megint. Jól lopja el. Labda biztosabb a Ferencváros. Nagy. Horváth. Mátyus mellett egyelőre. Egyszer már becsapta, most Mátyus a győztes. Nagyszerű ütemben szerelt. Bárányos. Mint a Béla bekiabálásból hallani tetszettek, Török Péternek változatlanul gondjai vannak. Kovács Béla Mirjuca ellenőrzésével. Nagyszerű az indítás megint. Nagy indul. Dubec eléggé lemaradt. Mirjuca kapja vissza. Egyből Aranyé. Még tovább Limperger. Túlcifrázták a dolgot. A sérülés miatt, no meg azért, mert állt, amiatt ugye a játék. Egy picit úgy érzem, még mindig úgy keresgélik egymást a játékosok a pályán. Dubec. Forrai. Szó volt arról, hogy Újpestre megy a hét közben, de aztán most már változott a helyzet. Közölte, hogy marad, itt látható a képernyőn. És továbbra is a Kispestben szeretne játszani. Nagy. Horváth. Megvan. Jagodics mellett elmegy. Előbb, előbb, előbb. Nagy. Limperger. Szépen hozza el két ember között. Limperger még. Még ez is jó, ahogy észreveszi Mirjucát. Lövésre biztatják. Nagy volt a készülődés, Piroska mehet.
Ketten a jobb oldalon. Tóth. Jagodics. Nagy. Szabadon indulhat bent középen. Még mindig ez hosszú. Lófai. Dubec. Urbányi. Nyicsenkótól veszik el a labdát. Bárányos kapja középen. Szép összjáték. Tóth. Dubec a jobb oldalon. Szűcs veszi észre, hogy baj van. A Vestel Press jelentése alapján a 25. percben a Békés Csaba már 2-0 arányban vezet a győriek ellen. Kulcsár és Puskás a gólszerző. Fönt a kapitányi szallag most már Plókain, aki söprögető lett át, és Forraj, valamint Mátyus, a két emberfogó a Kispestnél. Telek, Szűcs. Horváth. Rövid az indítás, pedig 2-1 vihették volna rá a védelemre a labdát. Méri utca. Mehet tovább, nincs szabadrúgás. Előny szabály mutatja a pool nagyon helyesen, hiszen vezéré lett a labda, minek állítsa meg a folyamatos játékot. Kovács. Piroska. Nyicsenkó. Dubec. Finoman tovább. Hajdú, életveszélyes volt ott a berobbanó ember, Bárányos. Még egyszer mondom, ez a ferencvárosi védelem egyelőre nagyon-nagyon lyukas. Les nem jelzett a partjelző, pedig jelezhetett volna, mint láttuk. Nyicsenkó a labdával. Arany indul meg előre. Kifelé jön a labda. Urbányi. Limperger. Nagy. Ugyanakkor nyilván a Honvéd védelemtől is jobb teljesítmény kell majd. A kupa visszavágó. Miri utca vissza. Zitzer, arany. Még csak a kaput sem találja el. Egy szédületesen nagy helyzetben. Gyönyörűen tálalják neki vissza a labdát. Miri utca fantasztikusan jól látja meg. És azért innen a kaput talán illene eltalálni. Marad az 1-0. Tehát egy Jagodics fejes és egy arany lövés, amiből gól lehetett volna. Hajdúnak komoly próbája még nem volt. 26. perc. Ginda teszi tovább. Kovács. Keresztbe mozgás, de milyen jól, Telek nem veszi észre. Nagyon szép volt. Hajdú fölé. Egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Kispest Honvéd. A Ferencváros védelme tényleg átjáróház ma. Tessék nézni, Telek próbál cselezni, egy lehelet finom csel. Hajdú még beleér, és aztán Tóth már fölé vágja. De a nagy helyzet Piroska előtt volt. És ha azt mondom, hogy a kispesti védelem hézagos, ha azt mondom, hogy a ferencvárosi védelem hézagos, akkor ez utalás a kupa mérkőzésekre. Hiszen külföldi ellenféllel szemben egy esetleges továbbjutás reményében ennél nyilván szigorú védekezés kell mind a Kispestnél idegenben, mind a Ferencvárosnál itthon. Arany. Nagy. Méri utca teljesen tisztán. Abszolút tisztán viheti rá Prókaira. Nincs lesz. Nyicsenkó. Bent középült Horváth. Nyicsenkó nem tudja beadni. Dubec. Kovács.
Méri utca érkezik, Urbányi mentette meg jól a labdát. Piroska. Megint Piroska. Szűcs. És előragadt szinte az egész kispesti középpályás sor. Nagy. Urbányi nem elég gyors, Korrai viszont jókor jön. Hát eléggé gruntfoci jellege van ennek a meccsnek. Védekezés, középpályások nem nagyon van. Nagy, aki tapsot kap a fölfutásért, és azért, hogy szöglet lett a dologból, 29. perc. Méri utca. Megmentik még a labdát, még hozzá Nagy, hogy aztán Nagy Zsolt próbáljon valamit csinálni belőle. A hátra húzódó Tóth Mihály szerelte. Bárányos indítana egyből. És indít is jó. Ginda. Minden ferencvárosi visszaér már közben. A meglepetés ereje tehát oda. Lókai. 40-ről. Novák Dezső az imént föláll a Kispest Honvéd helyzeténél, és beszólt valakinek. Kinek és mit mondott? Ugye hát nem pont a helyzet miatt, hanem a középpályán a Jagod is nem fogja a Bárányost, és nagyon könnyen bontanak, egyszerűen ő irányít a szervező játékot, és ő közelebb kell hozzá. Ebből vannak a helyzetek, mert ők kellene megakadályozni. Arany elől fejelik elközben a labdát, Forrai tovább ellenfélhez, Míri utca még nagyon jó kezeli a labdát, Jagodics bele az emberbe. A bedobásnak nézik a kispestiek, Limpelger. Nagy gyűjti be a labdát. És teszi vissza, Limpelger elfejelik előle, csak rombolni tud, de megtartani a labdát. Nem a kispesti védelem, Míri utca. Harmadszor szinte centire ugyanarról a helyről rúghat majd egy szabadrúgást. Egy a sorfalról vágódott le, egy bement. Minden kispesti a saját 16-osánál. 31. perc. Míri utca tehát, cseles, és ez nem is olyan erős. A kidobással már Dubec. Biztosan fogta vezér. Elakadnak, mármint a kispestiek, Míri utca. Négy. És ha azt mondtam az imént, hogy egy picit gruntfoci jellege van a dolgoknak, akkor talán Novák Dezső is, amit mondott, aláhúzta. Hiszen sem Kovács nem tudja megfogni Méri utcát, sem Jagodics nem tudja megfogni Bárányost, szabad szervezés és így tovább. Tehát a taktikai fegyelem egyelőre erősen számon kérhető. Nyicsenkó. Méri utca megint üresen. Nyicsenkó. Elrontja végül, addig cipelte Kovács, aki eladja a saját 16-osa előtt, aranyszereli Forrai. Bárányos, aki ugye, mint hallottuk, szabadon szervezhet, ez most is igaz. Dubec, Bárányos kapta vissza. És az indítás Kovács Béláé. Arany csapja be.
Telekről vágódik le, nagy fejeli középre, Jagodics. Mátyus. Lókai hátul. Vezér oldotta meg. Urványi. Nyicsenko vitte el a labdát. Bárányos. 33. perc. És egy jó indítás Piroskának, akire Telek megy ki. Tóth Mihály elől fejelik el. Nagy tudta, hogy jönnek mögötte. Sikerült még Tóth elől elcsúsztatni, és Nagy Norbert fejelte ki. Piroska Attila. Ne vezessék ki a labdát a Béláj, passzolják le! A rövid saroknál Limperger volt, aztán Mirjuca. Nyicsenko. Limpergernek vissza. Forrai bedobása következik. Bárányos. Jól fedezi a labdát, mint látható. Lehelet finom csellel csapta be Limpergert. Tóth Mihály. Szűcs mögötte. Még csak kint sincs. Dubec. A második kispesti szöglet rövid időn belül. Ismét Piroska. A kép elárulja, hogy nagyszabású építkezések színhelye az Üllőjúti pálya. Kovács. Megtolják még, Hajdú jön ki. Nyicsenko fejéről kerül Forraihoz. Dubec. 10 perc van még az első fél időből. Urványi tisztán. Telek fejelte el. Szabadrúgás. Nagy Norbert most már. Húl egy gyors szabályismertetőt tart Piroskának. Mit fújt le és miért? Limperger. Ez jó továbbítás, és a visszaadás is jónak tűnik. Nagy Zsolt. Az ötödik ferencvárosi szöglet következik. Mirjuca mind a két oldal között ingázva. Jagodicsot keresi, Horváth fejel. És aranyról jött ki a labda. Egy ferencvárosi hárított, és Bárányos hozhatja a labdát. 3-2 ellen, Bárányos még nem adja le. Nagyon nagyot hibázott. Ez lesz. Érdekes ez a helyzet. Ferencvárosi ment végül az ellenfél kapuja előtt. Vezér, marad az 1-0 tehát. Limperger, Nagy Norbert. Egy részeredmény ismét a Westerpresstől. Pécs, Siófok 1-0, Tököli 37. percben szerzett góljával. A másik helyszínünkön Békés Csabán 2-0 arányban vezet a Csaba a győriek ellen, amint valahol változik az eredmény, azonnal közöljük. Nagy Norbert,
Jagodić. Szűcs. Mirjuca tovább Jagodicsnak. Mátyus. Urbányi. Mátyusnak vissza röviden, Horvát vetődött közbe. Szabadrúgás. Húl visszarendeli. Amíg visszakerül a labda, Török Pétertől szeretném megkérdezni, hogy ahol ilyen sok magas játékos, mint Mátyus, Plókai, Dubec játszik, Kovács Béla, hogy lehet ilyen sokszor szabadon fejelni? Mert most már csak a ferencvárosi csatárokon múlt, hogy nem fejeltek gólt. Megkérdezni majd a játékosoktól, visz tényleg jól fejelő játékosaink vannak, sajnálom, hogy megbeszéltük, ki kit fog, kivel ugrik, tehát feltétlenül kellene az, hogy minden labdát elfejeljünk egy Nicsenko elől, tehát ez... Itt a kérdés kérdés marad. Limperger szerelt végül, és látjuk Bárányost, amit nagyon él, nagyon sokat cselezget, de ez az, amire utaltam, amit mondott Török Péter, hogy a saját egyéni tudását nem mindig a csapat érdekében használja, tehát lehet, hogy egyszerűbb lenne tovább tenni a labdát. Bárányos, Hajdu kijön, aztán megtorpan, most viszont már az övé. Itt lesz a ferencvárosi kapusé a labda, itt pedig már Mátyusé. Nem nagyon nézett fel, amikor hátraadta. Limperger. Még mindig ő. Lókai tovább, Bárányos. És eladja szemrebbenés nélkül Mirjuca. Horváth Ferenc. Mirjuca kéri vissza, teljesen tisztán megint, és jól adja vissza, jaj, de szép játék ez. Horvát, Urbány nagyon jól helyezkedik, és Dubec jól hozza ki. Persze hozzáteszem, hogy mind a két oldalon azért lehetnek ilyen jó megoldások, mert a védekezés, még egyszer mondom, sem az egyik, sem a másik oldalon nem jó. Meg lehet csinálni mindent, van hely, van idő. Nyicsenko. És a 41. perc 1-0-ás ferencvárosi vezetésnél. Mirjuca. Nyicsenko jön a labdáért. Vissza Mirjucának. Mirjuca gyönyörűen tovább. Horváth Ferenc elől mentenek. Horváth nem hagyja. Mirjuca gól. Fantasztikusan nagy gólt rúg, a másodikat. Könnyelműsködnek a kispesti védők. Nem rúgják el a labdát, Horváth utána megy, és Mirjuca elcsavarja a hosszú sarokba. Okos gól, 2-0. Ahogy Horváth utána megy, nem hagyja magát, ez mesteri, a labdát találja el, nincs szabálytalanság, Kúl is mutatta, és Mirjuca rugó technikája egészen kivételes, ezt most újra meg lehet csodálni. Ott a játékvezető, látjuk a karmozdulatát, ez labdára ment, ez pedig már a kapuba, 2-0. Lókai. Bárányos. Három perccel az első félidő vége előtt Jagodić tűnt föl Bárányos mellett. Már
horvát támaszkodott a labdáért vívott harcban, és csak hadd mondjak annyit, az, amit Horváth Ferenc csinált a gól előtt, az magyar pályán eléggé szokatlan, hogy utána ment az elvesztett labdának, nem hagyta, és valóban nagy zavart is tudott okozni. Mátyus, most Méri utca jön, letámadnak a ferencvárosiak, Forrai. Forrai, Telek combbal teszi ki, Bárányos, Dubec, Szűcs megy a labda után, Limperger érkezik, Szűcs, Méri utca középen, akit nem tudnak tartani, letolja a labdát és megy a saját labdájáért. Nem volt szabálytalan. Urványi becsúszás a labdát ért, igaza van Poolnak. De hát alig ha kell, hogy én megvédjem, csak megjegyzem. Először a labda, és onnantól kezdve már semmi más nem érdekes. A kérdés most az, hogy csak egy ember Telek kapott-e sárgát, vagy Tóth is, mert mind a ketten kakaskodtak, én úgy gondolom, hogy mind a ketten. De majd a szünetben azért ezt tisztázzuk. Az első félidő utolsó perce. Kettő nullán áll a kispesti szabadrúgás. Félidei eredmények, Békés Csaba Győr 2-0, Debrecen 3. kerület 0-0, Pécs Siófok 1-0, Veszter lesz. Itt pedig rövidesen lesz félidei eredményünk, mint az órából is látható. Limperger, Nagy, Jagodics, Limperger tűnik föl, Arany, Nagy Zsolt indul, Klókai beragadlás nincs. Méri utca, Kiroska tartja meg a labdát. Nincs szabálytalanság. Nagy, kéz. Nem minősíti szándékosnak a játékvezető. Ezért nem ad lapot. Szabadrúgást viszont igen. Nagy Zsolt. Csak kicsit hosszú. Hiba! Nyitsenko 3-0. Ezt egyértelműen összehozta a kispesti védelem. Nyitsenkónak ez a 27. gólja az NB1-es mérkőzéseken. Elrúghatna a labdát, Mátyus kihagy, vezér kivetődik, és Nyitsenkót tök egyedül bent középen. Mátyus hihetetlenül nagyot hibázott, Klókai nem különben. Üresen az ötösön belül. Ezt már csak be kellett passzolni. Hát a Kispest Honvéd részére ez az első félidő nem valami jól zárul, sőt az egész első félidő nem az övék igazán. Horváth Ferenc, Jagodics, még tovább, és még nincs vége ennek a félidőnek. Méri utca, ketten is vezér. Kiejti a labdát. Ha, micsoda hibák. Kiroska. Tóth Mihály. Hogy Hajdu miért nem jött ki, azt majd tőle kell megkérdezni. Abszolút egyértelműen az övé lehetett volna a labda. Már láttuk egy fejesnél is, hogy kiment, aztán visszatáncolt. Úgy gondolom túlságosan ragaszkodik a vonalhoz. Több méteres előnye volt, simán lefülelhette volna a labdát. Bárányos szöglete, a 3. kispesti szöglet.
Rosszul találják el, gól. 3-1. Nem tudok más mondani, itt a védelmek egyáltalán nem figyelnek. Remekül jön befelé a labda, többen elrúghatnák, és senki sem tudja elrúgni. Szép itt a Kispest Honvéd. Három egy tehát. Itt a kritikus helyzet, és aztán már nem is enged semmi mást Púl a folytatásra, tehát egy olyan mérkőzésen, ahol gólok voltak, sok érdekes jelenet volt, de hát meggyőződésem, hogy sem középpályán, sem a védekezésben egyik csapat sem tud maradandót produkálni, minden esetre a Ferencváros jobban kihasználja a helyzeteit. Mirjuca, Nyicsenko, illetve a másik oldalon Ginda. Itt tartunk tehát az első fél idő után, és innen folytatjuk a reklámot követően. Veszélye Mirjucáé egyelőre döntőnek bizonyul a két csapat összecsapásában, hiszen a középpályás szenzációsan játszott. Igaz, és ez mondjuk a Kispest oldaláról szomorúságra adhat okot, hogy meglehetősen szabadon játszott Mirjuca. Török Péter is elmondta Gújdár Sándort, a kapusedzőt látjuk a kispestiektől, egykori válogatott játékos, Görögországban is védett. Szóval, ha túlmegyünk ezen a mérkőzésen, hogy itt most végül is gólok voltak, bár ugye nyilvánvalóan hova tartozás szerint ezeknek a góloknak, nem mindenki örült. A nemzetközi mércét nézve, hiszen mind a két csapatnak kupa találkozója lesz, hát azért voltak hézagos teljesítmények is. Nézzük a gólokat, ez a legjobb. Itt az első, ezzel nincs mit csinálni, ez egy nagyszerűen eltalált szabadrúgás. Mirjuca mindjárt a mérkőzés elején volt már, ezt megelőzően egy szabadrúgása, azt inkább cselesebben próbálta rúgni, és az akkor nem jött be. Aztán itt a következő helyzet, nézzük csak, alakul a helyzet, megy tovább a labda, Mirjuca kapja, Horváth elől mentenek, és Horváth nem reklamál, hanem utána megy, Mirjuca pedig bemutatja, hogy kivételes rúgó technikája van, mert erőből is rúghatná, akkor talán elakadna a kapusnál, inkább csavarja, és az már mindenféleképpen az ő rúgó technikája dicséri, mint említettem, hogy el is csavarta a kapus mellett. Itt Mátyus őrületesen nagy hibája, amit tetéz Plókai rossz helyezkedése, ugye Hán a középső védő kivált, és hát ez gondot is okozott a Kispestnél, majd kihagy a ferencvárosi védelem is, lábra adják a labdát Ginda Attilának, aki ezt be is lövi már a hosszabbításban az első félidő végén, a 47. percben, és ezzel 3-1. Nyilvánvaló, hogy akik itt ülnek a stadionban, azok elégedettek, hiszen az ő csapatuk vezet. Kispest részről viszont korán sincs ok az elégedettségre, és az az egy gól, amivel ők mennek a szloga Jugomagnát elleni mérkőzésre, hát az bizony nem biztos, hogy ilyen védekezés mellett elég lesz. Egyébként tisztáztuk, még egyetlen egy dolog várt megválaszolásra, hogy az a bizonyos sárgalap, amit Púl adott, az mind a két játékosnak járt, Tóth Mihálynak, illetve Teleknek. Nos, a válasz az, hogy igen, tehát mind a ketten sárgalapot kaptak kakaskodásért. Ami a további mérkőzéseket illeti, itt Rott ad autogramot egy ferencvárosi kisrácnak. A Vestel Press jelentése alapján Békés Csabán 2-0 arányban vezet a Csaba a győri Eto ellen. Nézzük meg még egyszer azt a bizonyos második gólt, ahol Horváth ment. Púl végig akció közelben van, és állandóan mutatja, hogy mehet tovább. Tehát a gól teljesen szabályos körülmények között született. Ez pedig a harmadik gól még egyszer. Itt Mátyus arra vár, hogy kimenjen a labda, az nem teszi meg ezt a szívességet. És ahogy Horváth küzdött a labdáért, úgy küzd Nagy Zsolt is. Plókai késlekedett, Vezér is talán egy picivel később ért oda, Nyicsenko megbelőtte. Szóval a velünk párhuzamos mérkőzések eredményei még. Debrecen harmadik kerület 0-0, és Pécs Siófok 1-0, itt tököli a gólszerző. Itt pedig már jönnek a csapatok a folytatásra. Tóth Kálmán, a Kispest Honvéd gyúrója, hatalmas csomagokkal. Hamar partjelzővel együtt, mögötte Török Péter. Különösebb cserére nem hiszem, hogy sor kerülhetne, hiszen olyan nagyon nagy ászok nem ülnek a Kispest Honvéd
padjánál, itt látható Tóth Kálmán. Kérdezés, vagy kérdés pontosabban mind a két oldalra, hogy van-e csere, nincs. Novák Dezső megfontoltan, nyugodtan. És most már rendeződnek a sorok szép lassan. Húl a fölösleges labdákat és a fölösleges embereket most már leküld a játéktérről. Három, öt, hét, nyolc, kilenc, kevesebben vannak a ferencvárosiak. Limperger elfelejtett kijönni. Most rohan. Itt jön. Hát tényleg. Vajon mi lehet az öltözőben? Olyan vonzó, hogy elfelejt kijönni. Most már nincs akadály a második félidőnek. Szóval 3-1. És Horrai a labdával. A gólszerző Ginda próbált elmenni. Kovács most ott van Míri utca mellett, ritka pillanat. Bárányos kérni. Ginda. Szűcs rúgja hosszan előre. Horváth és Horrai. Lókai, és már Nyicsenkó támadja. Forrai rúgja keresztbe. Mátyus. Kovács. Ginda. Kovács. Többen a les határon. És többen lesem. Dubec az, akinek a kiugrását végül lefújják. Ez a rúgás pillanata ott a partjelző előtt és itt bent középen is, tehát ketten is lesen vannak. Limperger könnyelműen, Jagodics, Szűcs, Nagy Zsolt, bátran, jókedvel játszik ő is, Míri utca. Kovács egyszerűen visszahúzza Míri utcát. Két kézzel belekapaszkodik, azt mondja, te pedig komám, egy lépést se sehova nélkülem. Második perc. Míri utca. A kipattanó Limpergeré lehet. Lefejelte Tóth Mihály, Limperger megmenti, Jagodics fölöslegesen emeli föl. Piroska. Terek. Limperger. Jagodics. Nagy Norbert. Szűcs, szólnak neki, hogy nincs senki, mehet. Míri utca felényesi, nagyszerűen Míri utca. Jagodicsé lehet a labda. Hangra indít Nyicsenkó. Vezér, üres a kapu. Vezérvéd, Horváth Ferenc előtt még a lehetőség. Horváth befelé, és Plókai rúgja ki. Míri utca szerzi vissza a labdát. Harmadik perc a második félidőben is megvan az első ferencvárosi helyzet. Arany. Nagy, nem volt szabálytalanság. Forrai nem megy ki rá, viszont belelövi Nagy cserébe. A hatodik szöglet. Itt vezér, csak elütni tudja a labdát, és ezzel lesz helyzet. Három egyes ferencvárosi vezetésnél Míri utca. Még jó. Nagy Zsolt, Tóth Mihály mellett.
Hát alaposan befűzte, szegény gól! Nyicsenko! Nyicsenko második gólja 4-1, de amit Nagy Zsolt csinált Tóth Mihállyal a gól előtt, az sem volt semmi. Oda-vissza, oda-vissza, ahányszor csak akarta, és aztán nagyon jó a beadás, ami megpattan egy kis Pestin, de ez nem csavarja, sőt, így lesz jó Nyicsenkónak. Novák Dezsőnek azt a kérdést teszem föl, amit itt a nézőtérről, a szurkolóktól hallok, mi történt a játékosaival? Hát azt hiszem, hogy jó irányban lépett a csapat, és hát ezt a játékot várja, azt hiszem, a közönség, és ezt az eredményességet. Hát ez a második kör is úgy kezdődött, hogy az első, az ötödik percben már gólt rúgtunk. Remélem, hogy a játékosok érzik, hogy nem szabad visszavenni a tempóból, hiszen ez egy főpróba a szerdai mérkőzésre, és végig próbálják hát darálni a mérkőzést, hogy olyan szóval éljek, mert tehát ez szerdán is így kell csinálni. Urbányi. Mátyus. Mirjuca indít. Horváth, és fölrúgja Plókai. Ez lap. Ha beljebb történik, nagyobb gond lehetett volna belőle, mert már nem a labdára ment Plókai. Így sárga. Négy egyre vezet a Ferencváros. Mirjuca. Lökés. Kispesti szabadrúgás következhet. Limperger fejel, és egyben támaszkodik is Gindára. Forrai. Megelőző szerelés, marad a labda azonban Tóth Mihálynál, és ezzel helyzetbe is kerül. Nagy Zsolt robban ki. Urbányi esik el a labdában. Nagy Zsolt. Forrai löki el. Ez is sárga. Kritikus helyzetben a Kispest Honvéd. Egyelőre most a második félidőben megzavarodnak a játékosok, és most másodszor fordul elő, hogy már nem labdára mennek. Jagodics teljesen tisztán is indít egyből. Mirjuca könnyedén tartja meg a labdát. Kint volt. Egy apró labdakezelési hiba elég volt, hogy már ne érje el utána. De ahogy Jagodics teljesen tisztán a térfél közepén, és ahogy Mirjuca elmegy, az megint csak azt tudom mondani, hogy a Kispest Honvéd védekezésére nem vet éppenséggel jó fényt. Mint látható, csere lesz majd. Egyelőre Plókai a labdával. 9. perc, 4-1-nél. Ginda fejeli tovább. Dubec. Szögletre jó. Csere a Kispest Honvédnél, és a kettes számot mutatják, Ginda jön le, az egyetlen gólszerzője. Ez egy érdekes csere. Péter, ha megkérdeznéd mindjárt török urat.
Hajdú, és az övé. Elnézést, várnom kellett egy pillanatra, mert Török Péter dühös volt, még nem akarta ezt a cserét. Egyáltalán mi a csere oka? Gindal most jött vissza a csapatba, tehát elég sok időt kihagyott sérülés miatt. Úgy érzem, hogy ez a 55-60 perc elég volt neki. Jovanovics váltotta, talán valamivel jobb lesz. Kérte, hogy a szögletnél még maradjon, mert jól fejjel mégis lejött. Hát gondolom, itt már a bíró beintett, és nem volt mit csinálnunk. Tényleg azt akarta, hogy maradjon ott. Bíró elrendezte cserét. Köszönöm. Mi is köszönjük. 10. perc a második félidőben. A DVSC Sándor Tamás góljával megszerezte a vezetést a harmadik kerület ellen. Szokás szerint vesztelt lesz. Horváth. Kovács. Ellenfélnek adja, arany vissza, Nyicsenkóra, ketten is ráugranak. Hát... Nyicsenkó ott áll, és ketten összecsapnak fölötte. Nem csinált szegény semmit, most úgy érzem. Szabadrúgás kifelé. Nem. Még csak azt lehet mondani, hogy alá feküdt, mert amikor összecsapnak fölötte, akkor áll. Na mindegy, nem lényeges. Nagy. Sarokkal tovább arany. Nyicsenkó nem védekezik a Kispest. Nagy Norbert lőheti el. Égbe lövi. Kint volt. És igazán beadhat egy játékos, egy válogatott játékos, egy labdát, ha nincs rajta senki sem. Ellövi, messze-messze ellövi keresztbe. Vezér. Piroska. Leveszi, és így jó. Mármint az ellenfélnek persze. Arany. Jagodics. Nagy Zsoltnak tolja meg, Nagy Zsolt nézhet föl. Megkerülik a bírót is, arany ível, gól! Nagyon okos gól, arany, 5-1. Második félidő, 12. perc. És ha dicsértem a rugó technikáját Mir utcának, akkor dicsérem a helyzet felismerését. Aranynak látja, hogy vezér kinnál, és gyönyörűen átíveli a feje fölött. A bíró most éppen útban van, ez is a igazsághoz tartozik, de hát 5-1 az 5-1. De hát ez a Kispest a második fél időben végképp abszolút semmit nem védekezik. Nagyon okos gól. Mir utca. És most csak a Ferencvároson múlik, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége. Mert a Kispest messze maga alatt. Nagy Zsolt. Bárányos. Addig vár, amíg Nagy Zsolt odaér. És viszi a labdát tovább. Arany. Les lett volna, Nyicsenkó visszalépett. De hát a két csapat történetében nem mennek ritkaságszámba a nagy gólkülönbségű győzelmek. Emlékszünk rá, hetesekre. Ide-oda. Nyicsenkó, arany, nagyszerű az indítása Nagy Norbertnek, Nagy Norbert, még a második csele is jó, több érkező ember van, Horváth. Hamar partjelző mutatja a lest. Na nézzük csak, az igen, egy jó méterrel. Marad az 5-1. És arany lőtt már két gólt az első fordulóban, most lőtt egy harmadikat. Egy újabb csere. Ha szabad, megkérdezem az okát, mert már elővették az előbb, a kézben volt a 8-as, azaz Kovács Béla száma, majd hirtelen változtatott, és Bárányos. Persze, hát igen, lehet választani. A probléma az, hogy itt Bárányos úgy érzem, hogy saját magának játszik, nem a csapatnak.
4-1 az eredmény, 5-1 az eredmény, és húzogatja a labdát ahelyett, hogy a csapatjátékot részesítene. Nem tudjuk ezt elviselni. Ez már túl nagy előny. Herzko Szabolcs különben, aki beáll. Mátyus rúgja a labdát. Tóth Mihály csúsztatta alá Limpergerre. Limperger lökött. Kiroska. Kovács Béla. Jovanovics. Szűcs megy ki rá. Jovanovics ugyanaz, mint a másik oldalon Nagy Zsolt elejénél, csak a beadás nem olyan jó. Mirjuca. Nyicsenko, és ugyanoda vissza rövid. Kovács Béla. Piroska. Nem találja el jól. Arany. Nagynak adta volna, a háta mögé került. Negyed óra telt el a második fél időből, amely két ferencvárosi gólt hozott, Nyicsenko és Arany. Herzku. Jovanovics. Jagodics szerel. Aztán Jovanovics volt szabálytalan. Telek. És Limperger, Nagy Zsolt, Telek kapja vissza, Aranynak hoznak közben új cipőket, amit majd meg kell nézni a játékvezetőnek. Horváth Ferenc próbál lefordulni egyelőre sikerrel Mátyusról, Mátyus már próbálja visszahúzni, Horváth. Itt az a bizonyos cipőcsere. Pedig a másikra sem lehet panasz, abban is benne volt a gól. Urbányi. Szűcs. Jagodics és Nyicsenko. Nyicsenko. Limperger és Nagy. Horváth Ferenc, pontos passzok, Jagodics, Nyicsenko messze lemaradva Forrai, Nyicsenko tartja a labdát, és szólóban megindul befelé, labda volt, nem volt szíve leadni, az meg hiba volt. Visszaszerzi könnyedén Nagy, Nyicsenko. Ebben most nem vagyok olyan biztos, de majd meglátjuk. De az Nyicsenko valóban lesem. Szabadrúgás. És 5-1 a Ferencváros javára. Hajdú. Jovanovics elől. Nem is Jovanovics, Tóth Mihály az, bocsánat. Telek. Aranynak magas lesz, Horváth Ferencnek jó lehet. Horváth, Forrainak van lapja. És ez lerántás volt. Méghozzá meznél fogva, más kérdés, hogy itt a visszajátszás azt mutatta, hogy előtte a ferencvárosi játékos szabálytalankodott, viszont ha meznél fogva lerántás, akkor már volt egy sárga lapja Forrainak. Jagodics. Vezér vetődik ki. Szabadrúgás a Ferencváros javára. Növelt előnyét a Debrecen, Sándor Tamás után Madar is gólt lőtt, 2-0 a harmadik kerület ellen, és növelte az előnyét a Békés Csaba 3-0 a Győrrel szemben. Kulcsár Puskás szabados. Lókai a labdával. Jovanovics sarokkal próbálja. Nagy Zsolt.
Mirjuca mutatja magát. Nem jött vele senki sem. Lókai keresztlabdája. Dubec. Limpergen lép ki nagyon elegánsan. Nyicsenko. Jó az oldalra adás. Nagy zárkózik föl. Horváth Ferenc vissza. Nagy viheti az akciót. Alaposan megkeverik a kispesti védelmet. Horváth viheti rá Plókaira. Arany, még tovább Nyicsenko. Nem tudja lekezelni. Vezér kinn a kapuból. Hosszú. Hát, mi maradt itt ki? Mi maradt itt ki, és lap lesz. Jagodics kapja, míg önök a visszajátszást látják közben. Hát Nyicsenko elképesztő mit hagyott ki. Tisztán lőhetné, és aztán rosszul kezeli le. A sárgalapos Jagodicsot láttuk, Forrai. Szűcs és szabadrúgás befelé. 5-1-nél mindez. Kispesti szabadrúgás után Piroska teszi be középre. Telek fején változtat irányt, Arany. Nagy Zsolt. Horváth Ferenc. Forrai keze mellett elcsúszik, Horváth viheti kapura. Teljesen tisztán Mirjuca, Mirjuca még. Spiccel vele a kapusba. Hát, eltapsolják. Elmulatják a nagy lehetőségeket a ferencvárosiak. Nyicsenko is, Mirjuca is. Hiányzik már az összpontosítás 5-1-nél. Urványi. Forrai. Telek megy kikeresztezni. Piroska volt szabálytalan. Nagy, Mirjuca, itt látható még egyszer a helyzet, oda rúgja, hova akarja. Nagy Zsolt próbálta meg utolérni a labdát. Herzku. Horváth Ferenc zavar, Nagy Zsolté kényelmesen ez a labda. Arany. Mirjuca. És megindul, buktatni sem tudják egyelőre. Visszakapja Mirjuca. Ez a fiú mennybe mehetne az Üllői úton, így sem haragszanak rá egyébként. De hát egymaga most már 3 vagy 4 gólnál tarthatna. Horváth nagyon jól adja neki vissza. Így aztán marad az 5-1. A kispesti védelemről meg nincs mit mondani. Jagodics. Összeroppant a harmadik kerület, a Debrecen megszerezte a harmadik gólját is, mondja a Westerpest. Sándor Tamás második gólját szerezte, Madar volt még rajta kívül eredményes. Limperger. Jagodics középütt. Úgy vehetik át a labdákat, hogy nincs ott kispesti. Piroska. Lókai. Urbányi. Forrai, aki ugyancsak nem igazolta a bizakodó nyilatkozatokat. Mátyushoz hasonlóan, hogy a csapatba visszakerülése jogos. És most már jobb formában vannak, mint amikor kimaradtak. Tóth Mihály teszi tovább, Telek fejelte el. Nagy Zsolt.
Mátyus. Herzku. Urbányi. 25. perc a második félidőben. Hajdú. Telek, Limperger, még tovább, Jagodics nem figyelt, Urványi előzte meg, Kovács, Herzku, ez Teleké, Limperger emel, Jagodics vissza, Arany, ellenfélhez, ez külön művészet, meg kell, hogy mondjam. Legalább négy embernek adhatta volna. Urbányi. Szűcs mellett viszik el könnyedén. Hárman, négyen is ott vannak. Hajdu védlábbal. Szűcs tisztáz. Jovanovics hagyta ki a helyzetet. Egy jó labda átvétellel mindjárt helyzetbe is lehet kerülni. Többen voltak tisztán. Tóth Mihály. Hajdú. Húsz perc a hátra lévő idő, négy góllal vezet a Ferencváros. Horváth Ferenc fejelte tovább, és szabadrúgást kap a Ferencváros. Jó az indítás Nyicsenkónak. Mátyus vele szemben. Nyicsenkó még, jó a szerelés. Lókai. Kirúgás. Nyicsenkóról ment ki a labda. Dubec indul. Korrai. Könnyedén elajándékozza, Arany, Limperger, ez most jó összjáték, Horváth, tolja meg egyből Limpergernek. Limperger, kiérti. Létszámfölényben a Kispest Honvéd szépíteni tudhatnak, Les. Némis Péttel. Pedig az, itt lehet látni. Bár... Telek. Arany. Horváth és Korrai. Korrai. Nagyon-nagyon borotva élen, hogy befejezi ezt a mérkőzést. Horváth Ferenc, és már vissza Aranynak, Nyicsenkó, Horváth Ferenc és lehet még Horváth. Nyicsenkó elől emelik ki Míri utca, rálövi, vezér! Szép jelenet volt, jó lövéssel és egy remek védéssel. Méri utca egyből ezúttal, és vezér már érzi is. Marad az 5-1. Limperger. Arany. Limperger szerzi vissza. Méri utca. Arany. Telek. Míri utca felé, Nyicsenkó megszerzi, Míri utca, sarokkal vissza nagy, Nyicsenkó, még hátrább Arany, Arany lövi el, kapufa, ott a helyzet, Horváth Ferenc, marad az 5-1, Piroska, de a védekezéssel a Ferencváros most nem sokat törődik, nagy, már lefújta a játékvezető. Tehát a gólok után kapufát is lőtt a Ferencváros.
csak nézte vezér. Arany, Jagodics, Mirjuca indul, Herzku fut vele párban, Mirjuca. Többen akartak most segíteni Bullnak, de ő köszönte szépen, maga is jól látta, hogy mi történt. Vezér, nem volt kész tudnilik. Jagodics. Vissza kell tenni a labdát oda, ahol a szabálytalanság volt. Telek. Szűcs kéri el tőle. 30. perc, 5-1-es Ferencvárosi vezetés. Jagodics. Nagy. Vissza Jagodicsnak. Ő meg vissza Nagynak, ez nem volt jó labda. Még így is ilyen magabiztos vezetés birtokában, amikor hát ugye idegeskedésre különösebb ok nem lenne, azért a Ferencváros rengeteg labdát elszóra pontatlan passzokkal. Már 4-0 arányban vezet a Debrecen a harmadik kerület ellen. Madar is lőtt egy újabb gólt, tehát Sándor Tamás 2-t, Madar 2-t, Veszterbresz. Herzku, itt pedig 5-1. Igen, csak gólerős forduló, persze vannak csapatok, akik nem örülnek ennek. Lókai. Limperger. Arany, ugyanoda vissza, Nagy indul meg a szélen. És ugyanaz, amire már utaltam, rengeteg eladott labda. Ennek ellenére 5-1 persze. Mátyus. Kovács. Sok gólt rúgott a videóton, a Békés Csaba ugye 3-0 a Rába ellen, a Debrecen most már 4-0. És vannak olyan csapatok, akik nem tudtak gólt rúgni, a Rába, a harmadik kerület, a Siófok. Ők azért nem örülnek. Vagy itt is lényegesen kevesebbet a Kispest. Nyicsenko szerzi meg a labdát, Arany. Limperger. Megint sokat cipeli érzésem szerint. Bár most végül megszabadult tőle, igaz, hogy egy olyan helyzetben, ahol már létszámfölényben voltak a kispestiek. Piroska. Kovács Béla. Urbányi. Jovanovics. Nagy Norbert. Hú, de kellemetlen helyzetbe hozta Hajdút. Hosszú labda levétel. És egy buktatás. Arany. Lókai. Nagy egyből vissza. Mindenki elő van a Kispestből. Arany viszont telibe találta Urbányit. Aztán javít. Aranyos jön majd a Ferencvárosban. Szűcs. Nyicsenko és Mátyus. Piroska. Már kint volt. És úgy gondolom Novák Dezső most azért akar játék lehetőséget adni Aranyosnak, hogy bizonyos értelemben a gátlásait vesse le. Egyelőre most a ruháit veti. Telek. Mátyus. Piroska. Tóth Mihály. Szűcs lépett közbe jól, és indítja Nyicsenkót. Horváth középült, Mirjuca is érkezik, Nyicsenko. Borzasztó erős. Mirjuca vissza.
Jagodić, még időben Horváth Ferenc, Nyicsenko, Arany is ott van, és Jagodić fölé bombázza. Nyicsenko remekül teszi, talán Aranynak is jó lenne, Jagodić azonban, ahelyett, hogy levenni, elrúgja. Nagy Norbert helyére jön Aranyos. Öt egyes Ferencvárosi vezetésnél mindez. Nagy Zsolt, Arany, Telek, Horváth Ferenc és Forrai, Dubec. Forrai, Lókai. Nekem jó spanyolul, csak a néző. Kiroska, Nagy, Szűcs, Mirjuca, Jagodić tisztán, Urbányi indul visszafelé még, hogy zavarja, és sikerül is, labda volt. Jagodić föltápászkodva indul meg, Jagodić maga viszi rá a kapura, ellövi, vezérről pattan ki. Jagodić a sokadik nagy helyzet, egy fejes után most már két lövés. Tóth és Telek, Telek. Herzko. Herzko volt szabálytalan Telekkel szemben. 5-1 és 37. perc. Horváth Ferenc szépen játssza meg Mirjucát. Ő indítja egyből Nyicsenkót. Mátyus. Még gondban lehet. Gondban is van. Változik a helyzet. Nyicsenkónak jó a touch. Senki nem mozdul a bedobás felé. Nyicsenko helyet csinált magának, így van. Lókai, majd Kovács most már. Urbányi, Kiroska, várja, hogy kinek lehetne adni, Tóth Mihály, Urbányi, Aranyos húzza vissza, és szabálytalankodnak vele szemben, amikor megjátszana a labdát, egy esernyő csellel akart indulni. Hát két gyors gól a második fél időben, aztán a Ferencváros még egy fél tucat, majd egy fél tucat helyzetet elpuskázott. Telek, Mirjuca ügyesen engedi tovább Jagodićnak. Jagodić, Aranyos, Dubec mellette. Már is Mirjucáé. Herzko próbálja megszerelni. Még beleért egy pillanatra Limperger. Újabb csere. Zavadszky jön majd. Úgy gondolom,
Hadzsolt nagyon hasznosan játszott. Nem csak a gól előtti beadására gondolok, hanem sokat futott, helyezkedett. Egy kicsit számára idegen poszton is, hiszen végül is a jobboldali középpályán Pálingot helyettesítette. Jovanovic. Nyicsenko várja, hogy jöjjön Zavacki, és teszi neki tovább. Nyicsenko. Mirjuca tolja tovább. Aranyos mentette meg. Mirjuca. Aranyos indul. Benden ragadt Plókai, nincs les. Aranyos. Két érkező ember is ott van. Zavacki vissza, és Horváth Ferenc fölé. Mirjuca lehetőségei, Jagodics lehetőségei, Horváth Ferencé. Biztos, hogy megvan a fél tucat kimaradt helyzet. Jó a visszaadott labda. Horváth az ötösről perdít fölé. Zavacki. Újabb próbálkozás. Mirjuca. Aranyos. Arany. Horváth Ferenc. Ő maga fordul rá a kapura, és vinné tovább, de szerelik. Plókai. Nagyon jól indít. Piroska. És ez is jó. Tóth Mihály. Hajdú mellé. Tóth Mihály joggal fogja a fejét. Hajdú egy pillanattal később indul, mint ahogy kéne, és így el lehet fölötte tenni, de kimarad. Nincs les egyébként, az látszik. És Tóth Mihály megelőz, de mellé. Marad az 5-1. Egy kötény, Piroska. Végeredmények közben a Westerpress-től Pécsi MFC Siófok 2-0. Tököli lőtte a két gólt a 37. és 90. percben. DVSC 3. kerület 4-0. Sándor Tamás 2, Madar Csaba 2, és Békés Csaba Győri Eto 4-0, Kulcsár Puskás Szabados Kasik a gólszerzők, valamennyi végeredmény tehát. Horváth, Mirjuca, egyből tovább Nyicsenko és Aranyos, Aranyos megy és lerántják. Dubec. Már ott a sárga pul kezében. Ismét csere a Ferencvárosnál. Az algériai Tuati kap néhány perc lehetősége, és Horváth Ferenc jön le. Még egy szabad rúgás itt a végére. Mirjuca. Kicsit beljebb megy, és onnan próbálja meglőni Nyicsenko. Nyicsenko mégis Forrai szerel végül. Szűcs teszi vissza a labdát. Mirjuca, még a vonal előtt. Nyicsenko kéri erős. Nyicsenko túlságosan sokat magyaráz Poolnak.
azért a játékvezető rendezte a helyzetet. Szabadrúgás kifelé. Forrai elengedi. Aranyos csúszott be. Herzku. Kovács. 45. perc. Forrai. Herzku teszi még tovább. Jovanovic. Ketten is ott vannak. Piroska. Gól. A Ferencváros kihagyta a helyzeteit. És Piroska büntetett. 5-2. Hát kérem szépen. 45. perc. Most is csak azt tudom mondani. Itt ezen a mérkőzésen nem vitás, hogy a Ferencváros jobb volt. Piroska a Honvéd második gólját lövi. De nemzetközi mércével mérve rosszul védekező csapatokat látunk. Gondoljunk a Ferencváros kupa meccsére szerdán. Ha ennyi helyzetet kihagy, akkor vajon mi vár rá? A Göteborg ellen. Szóval, ha egymást nézzük, akkor ez egy jó meccs volt. Ha kitekintünk a világra, akkor nem volt egy jó meccs. És alig ha kétséges, hogy ilyen játékkal a Sloga Jugomagnat ellen csütörtökön a kupagyőztesek Európa kupájában a Kispest Honvédnek semmi keresnivalója nincs. Tehát csak abban lehet reménykedni, hogy összeszedik magukat, ami nem lesz könnyű, és hogy a Ferencváros is még a jó megoldások mellett törődik majd a védekezéssel, és ami adódik helyzete, kihasználja majd a Göteborg ellen. 5-2 tehát ez a mérkőzés. Mirjuca, aki alig, hanem a meccs legjobbja. És a Ferencváros óriási lehetőséget szalasztott el. A játékosai egyszerűen a biztos vezetés tudatában képtelenek voltak arra, hogy összpontosítsanak és kihasználják a helyzeteiket. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy én maximalista vagyok, túl sokat kívánok. Én úgy gondolom, hogy egy játékosnak, ha lehet, mindig ki kell hoznia magából a maximumot, hiszen a nemzetközi mércével mért előrelépés csak ekkor sikerülhet. Minden esetre itt a Ferencváros 5-2-re nyert a Kispest ellen. A Ferencvárosnak fogadd el a szaknépsor 50 ezer forintos csekkét. Vasila Mirjuca kiválóan beszél magyarul. Ilyen bemutatkozásról álmodtál bajnoki mérkőzésen itt az Üllői úton? Először féltem kicsi, mert első meccs itthon a Fradi pálya is. Első 10 perc ne volt, nagyon nehéz volt kicsi, de rúgtam egy szabadugás is, utána pszichik más-más volt a, nekem is a csapat. Jó játszott a csapat. Igen, a csapatot dicséri, ez igazán nagyon sportszerű. Kimaradt viszont néhány helyzet, és szerdára nagyon-nagyon figyelni kell, akkor lehet még jobban összpontosítani? Hát persze, mert most pszichik, a csapat más, más gondolkodás van, és szerintem szerdá jobb fog játszani a csapat, és szerintem tovább menjünk a Göteborg. Nikon. Nagyon szépen köszönöm, a szaknépsor 50 ezer forintos csekkét pedig használt föl.